Szevasztok, Simon vagyok, és ez újra egy Reston tutorial videó lesz. Igazából ilyen videó elég régóta nem készült, viszont most egy érdemesnek tartott rendszert ugye be fogok mutatni. Igazából a csatornám eredeti témája is a Redstone-ozással foglalkozott, azonban az utóbbi időben nem nagyon találtam olyan rendszert, amit tényleg érdemesnek találok a bemutatásra. Ott van ugye Sirius, aki a nagyobb és összetettebb, meg a igazából mindenféle rendszereket bemutat, amik hasznosak lehetnek, illetve van mindenféle más, például Excelsior, aki az ilyen kisebb rendszereket is bemutatja. Szóval ezekből igazából én kiestem, viszont van egy-két érdekesebb rendszer, amiket eddig ugye én bemutattam, például az ilyen régi távoli Redstone, tehát a Wireless Redstone-t, és ilyenek. És nincs skinem, mindegy. Szóval, ja, viszont most találtam egy rendszert, amit bemutatásra alkalmasnak találtam, és hogyha esetleg mázim lesz, és nektek is mázitok lesz már, aki szereti a bemutató videókat, akkor még talán fogok keresni és fogok is találni. De térjünk is rá erre a rendszerre. Gyakorlatilag mi is ez? Láttok itt ilyen redstone lámpákat. Gyakorlatilag egy ilyen bat switches rendszer lesz az egész. Működése nagyon egyszerű. Ez igazából az ajtó csak ilyen szemléltetés, hozzá van kötve. Nagyon egyszerű az egész. Ugyanis egy bat switch-sel működik, hogyha átsétálunk egy ilyen redstone lámpán, az ugye felvillan, illetve világít, vagy ha még egyszer átsétálunk rajta, akkor elalszik, és nyilván ugye redstone jelet ad ki. Igen, szóval ez igazából rá van csak kötve egy szimpla kombinációs zárra. Így. Szerintem rá is tudunk térni, hogy alapjáraton hogy is működik, egyébként nem egy túl nagy rendszer, szóval ez a fele, igazából ezek a nagyobb részei csak az ajtóhoz kellenek. Úgyhogy ez lenne itt az alap kis rendszer, az egésznek az alapja. Építek egy kis platformot hozzá, megveszek követ is. Szóval az egész úgy néz ki, hogy a glowstone-ok, ugye nem a glowstone-ok, hanem a redstone lámpák, sikerült pikkelnem egyet végre. Ezek ugye egymást update-elik hármasával, tehát hogyha egy redstone lámpát mondjuk beaktiválok egy kapcsolóval, vagy egy redstone fákjával, akkor ugye a mellette lévő egy-egy, tehát összesen az a három fog aktiválódni, és így az összes ilyen block update-et továbbítja. Szóval az egésznek igazából az alapja ez a tripwire, mindenféle tripwire hook, azt hiszem az erre veszem, szóval mindenféle tripwire hook nélkül használandó, ez igazából csak egy szimpla string, hogyha úgy vesszük. Szóval ezt rakjuk rá, mivel ez rajta van a redstone lámpán, és ahogy áthaladunk rajta, azt hiszem, hogy talán valamit csinál. És mindegy, a lényeg, hogy ugye ez block update-et okoz, és ez továbbadja a többi redstone lámpának is, így tudjuk ugye legkönnyebben elrejteni. És ugye a redstone lámpáknak van mindenféle érdekes tulajdonsága, amivel lehet csinálni bat switch-eket. Például itt van, amit ehhez a rendszerhez használok. Ugye most, nem így, így, ez a lámpa ég, megmutatom kettővel. Szóval ez a lámpa ég. Eddig ugye volt olyan bug, hogyha fogok mondjuk egy kapcsolót, és ide rakom, akkor mivel elferdül a redstone, ez mondjuk most is működik kapcsolóval, nem tudom, nekem nem működik kapcsolóval. Szóval alapjáraton ez ugye így ég, hogyha ezt elkanyarítom, akkor nem ég. Viszont hogyha valami más dologgal, például egy kapcsolóval kanyarítjuk el ezt a redstone jelet, akkor ugye ez égve marad. Egyébként úgy, hogy ezt tudjuk irányítani, ezt egy piston van kint, egy pistonnal és egy detektor rérrel fogjuk megcsinálni, és a detektor rérhez ugye kapcsolódik a redstone. Szóval a megoldásunk igazából ez lesz. Szóval így néz ki, hogy most világít. Kitolom ezt a detektorrélt, ugye átvált az iránya a redstone-nak, de a lámpa még mindig égve marad, ugyanis nem kapott blokk frissítést. Innentől kezdve akármilyen blokk frissítés éri, mondjuk egy blokk mellérakása, onnantól kezdve ugye elalszik. Ugyanúgy, hogyha visszahúzom ezt a detektorrélt, akkor látjátok, hogy ugye a redstone jel belemegy, tehát elméletileg égnie kéne, azonban nem kapott frissítést, úgyhogy ha rárakok egy blokkot, akkor frissül és égni fog. Ez lesz igazából az alapja az egésznek. Ugye ez úgy fog működni, hogyha a redstone lámpa jelet kap, akkor egy pistonos rendszer itt alul visszahúzza, illetve nem, hogyha ég, akkor kitolja ezt a detektorrélt, innentől kezdve nem fog égni. Hogyha a játékos átsétál rajta egy tripwire, illetve egy string segítségével, akkor ugye ez egy blokk frissülést kap. Tehát a
jelét igazából ilyenkor veszti el, és mivel elvesztette a jelét, ezért a pisztolyos rendszer ilyenkor visszahúzza a detektorrélt. A jele még mindig elveszve van, azonban ilyen helyzetben lesz a redstone, mint most van. Hogyha a játékos rálép a tripwire-re, akkor update-eli, elalszik és kezdődik az egész elő. Nem tudom, mennyire volt értető, azonban most megmutatom a megépítését is. Fogunk építeni egy kis platformot ide mellé. Mondjuk egy ekkora elég lesz. Egy a nagyobb. Igen. Szóval először is kettő glowstone, redstone, még glowstone mondok. Szóval kettő redstone lámpára van szükségünk, és először is megépítem, kell valami ilyen kő. Először is megépítem ezt a rendszert, amit az előbb itt mutattam nektek. Kell ugye egy redstone fákja, kell egy redstone, ami belemegy a lámpába, nyilván itt fölfele is működik. Valamit kell, nyilván maga a pisztolunk és a detektor rélünk. És most jön az a piszton, amiről beszéltem. Ugye, hogyha itt a jel belemegy a glowstone, nem glowstone, redstone lámpába, és mellé rakok egy pisztont, az ugye aktiválja, mert a mellette lévő blokkba jelet vezettem. És most egy ilyen kis, igazából összevisszaságnak tűnő vezetéssel, elég fontos, hogy így oldjuk meg pisztonokkal, vagy esetleg redstone fákja váltásokkal. Kettő tick delay-t rakok ide, mert ez elég fontos, hogy ne csináljon magából egy órajelet, vagy hasonló. Szóval mindenképpen kell egy kis késlet, és ide rakok egy redstone-t. Ide egy pisztont. Ugye a piszton most kitolt állapotban van, ugyanis a lámpa világít. Elé rakok egy blokkot, és alá pedig egy redstone fákját, ami ugye azt eredményezi, hogy ez a piszton kitolja ezt a detektorrélt. Ugye még mindig ilyen állapotban van, tehát világít, de már a redstone miatt nem kéne világítani. Úgyhogy fogunk egy tripwire-t, illetve stringet rárakjuk, és ugye már ez is okozott egy block update-et. Innentől kezdve, mivel itt elvesztette a jelet, ezért ez a piszton visszahúzódott, és innen elvesztette végig a jelet, ez is visszahúzódott, és mivel nincs ott a detektor rail, ezért közvetlenül belemegy ugye a redstone jele a lámpába, redstone lámpába. Innentől kezdve a visszája történik, hogyha átmegyek rajta, tehát megint csak kitolódik, itt minden kitolódik, ez is kitolódik, és ugye elveszteni a jelet, amíg nem update-elődik. Szóval remélem nagyjából érthető volt. Néha előfordul, hogy a rendszer az magától nem működik, ilyenkor igazából ezt most meg is mutatom nektek, hogy ez hogyan működik. Nem, nem így. Szóval néha előfordul olyan, hogy a rendszer alapjáraton ugye úgy működik, ahogy nem mi szeretnénk, szóval a Minecraft fizikájának megfelelően, mint ahogy most látni fogják, nem tudom előidézni az a helyzet. Szóval néha előfordul a rendszerben, hogy fordítva működik, tehát a Minecraft fizikájának megfelelően, hogyha ez a jel így ugye nem vezet bele a lámpába, akkor nem világít. Ezt igazán nagyon egyszerű megoldani, mert fogjátok, kivesztek innen egy blokkot, leütitek a lámpát, vagy leütitek ezt a fákját, szóval szimplán egy jelfordítást próbáltok rajta végezni, és nagyon egyszerűen be lehet ugye működésbe hozni, és leütöttem a stringet róla. Csodálatos. Szóval ez egy nagyon rövid kis videó, de szerintem hasznos tud lenni mindenképpen. Igen, néha előfordul ilyen bug, hogyha átsétálsz rajta, és lejössz róla másik irányban, akkor visszavált, szóval ha egyenesen átmentek rajta, semmi gond nem lesz. Szóval ez a rendszer szerintem esztétikus is tud lenni akár, hogyha mondjuk gravelt raktok a környezetébe, akkor nem fog látszani a tripwire sem, vagy az a string, szóval nem tudom, jó lesz tripwire-nek. Úgyhogy szerintem hasznos tud lenni, és nyilván bármilyen kivezetéssel, tehát mondjuk fogok egy redstone-t, meg egy követ. Tehát mondjuk erről is akár, ott például erről szedtem le a kivezetést. Igen, most történt meg. Most történt meg, ugyanis az update elődött. Úgyhogy most történt meg ez itt, hogy ugye normális Minecraft fizika szerint van. Nagyon egyszerű megcsinálni, fogjuk, kirakjuk ezt a pisztont ide, mondjuk leütöm ezt innen. És működik is. Szóval jöntök kezdve vissza is állt a nekünk megfelelő irányba. És ezt a resztoljelet nyilván akármilyen le tudjuk venni. Hogyha ég a lámpa, akkor ez is ég, hogyha nem ég a lámpa, akkor ez a redstone sem aktív. Itt amúgy látjátok, hogy így van elhelyezve ez a négy darab.
Így van, ez a négy darab. Innentől pedig csak le vannak róla szedve a jelek. Ez a kettő amúgy itt éppen a detektorja. Meg itt is van mögött a két detektorja. Tehát így van ez a kettő rendszer, és itt oldalt vannak leszedve róla a jelek. Ez pedig itt a pisztolyajtó. Szóval... igazából ennyi lenne, remélem, hogy találni fogok. Nyilván akármilyen tetszőleges kombinációba állítható, hát te tudjátok szedni jeleket, úgyhogy ahogy akarjátok. Szóval nyilván lesz még redstone tutorial videó, nem mondok le erről a műfajról, azonban nyilván csak akkor, hogyha érdemesre talál, tehát amit általam érdemesnek talált rendszert fogok bemutatni, amit még lehetőség szerint más magyar nem mutatott be, nyilván csak ilyenekkel szeretnék foglalkozni, de remélem tetszett ez a videó, és hogyha... és hát remélem, hogy ti is várjátok. Nagyjából kommentben jelezzétek vissza, hogy mennyire szeretitek a redstone tutoriálokat. Szóval, sziasztok!